Leülünk a televízió elé, és élőben nézzük a háborút. A filmesek ma már mindenhol ott vannak, ahol történik valami. Minden évben készül egy szomorú leltár arról, hogy hány újságíró, filmes és fotós vesztette az életét a munkája közben. Ugyan a ruhájukon nagy betűkkel ott virít a pressz felirat, de ez alig ha védi meg őket a lövedékektől, az aknáktól és a bombáktól. A háborús fotózás életveszélyes foglalkozás. Különös tisztelet jár azoknak, akik megszállottan űzik. Akik a frontokon fotóznak vagy forgatnak, mind tisztában vannak azzal, hogy egy nagy előd nyomdokaiban járnak. Ez az ember egy ikonikus felvétellel magát a halált is tetten érte, míg végül érte is eljött az egy vietnámi harcmezőn. Ő volt az első világhírnévre szertett fotós, aki Magyarországon látta meg a napvilágot. Október 22-én született Friedman Endre Ernő Budapesten. Ő volt a másodszülött a családban. Szülei Friedman Dezső és Berkovics Julian egy jól menő szabóságot és divatüzletet működtettek a Kossuth Lajos utcában. Első fiúk László 1910-ben született, míg a harmadik gyerek, az Endrét követő Kornél 1918-ban érkezett meg a családba. Endre a Deák téri elemi iskolába járt, majd egy rövid ideig az izraelita hitközségi gimnáziumban tanult, de középiskolai tanulmányainak zömét a Madách Imre gimnáziumban végezte. Eközben a Dorottya utcában működő fotós műtermébe is eljárt, amit a legendás Pécsi József fotóművész működtetett. A Pécsihez nem csak fiúk jártak, hanem tehetséges lányok is, akikből nagyon híres fotósok lettek később. Ide járt Dajcs Kati, későbbi nevén Kati Horna, és Görög Etelka, a művész nevén Atakandó. A fiatalok között szoros barátság, Dajcs Kati és Friedman Endre között szerelem is szövődött. Friedman nagy példaképe Kassák Lajos volt, így nem csoda, hogy a baloldali ideológiák vonzásába került, miközben Magyarországon egyre jobban üldözték a felforgatónak mondott eszméket. A 18 éves Endrét 1931-ben egy megmozdulás során le is tartóztatták, de az apja közbenjárására kiengedték azzal a feltétellel, hogy eltűnik a hatóságok látóköréből. Friedman ekkor Bécsbe, Prágába, majd Berlinbe ment, és ott beiratkozott a berlini politikai főiskolára, ahol újságírás tanult. Ekkor már André Friedman névre szólt az igazolványa. Az iskola mellett valami munkát is kellett találnia, és értelemszerűen egy fotóügynökségnél kopogtatott. A francia érdekeltségű Defot fel is vette laborasszisztensnek, de igyekezett kisebb feladatokhoz jutni, mint fotós is. 1932. novemberében rámosolygott a szerencse, amikor az ügynökség megbízta egy koppenhágai esemény fotózásával, ahol Lev Trocki is megjelent. A munkadója tisztában volt vele, hogy az eseménye megtiltották a fotózást, úgyhogy túl sokat nem vártak az ifjú titántól. Friedman azonban egy egész fotósorozatot készített Trockiról, amíg bekerültek több neves labba is. Amikor Hitler hatalomra jutott, a magyar fotós visszatért hazájába, és egy ideig a Kassák alapította munkakör tagja lett, de aztán úgy döntött, hogy Párizsban próbál szerencsét. Az első évek a koplalásról szóltak. 1934-ben aztán összehozta egy megrendelés a stuttgarti születésű Gerta Pohorillel, aki az asszisztense, menedzsere és később a barátnője lett. Gerta találta ki, hogy új imázsra lenne szüksége, és így született meg Robert Kápa, míg Gertából Gerda Táró lett. Kápa kicsit olyan volt, mint egy hernyóból átalakult pillangó, a név új identitással járt. Levágatta a haját, elegáns öltönyökbe bújt, a név eredete körül több legenda is szövődött. Talán az a legvalószínűbb, amit Besnyő Éva, a gyerekkori barát mesélt el később. Endrét Cápának becézték a házban, és ez a név ikezet nélkül mindenhol könnyen megjegyezhető és kiejthető volt. Kápa 1935-ben
az Asian Central fotóügynökségnél dolgozott, és itt ismerte meg David Sim Seymour-t, akivel életre szóló barátságot kötött, majd a kör Henri Cartier-Bressonnal bővült. Amikor 1936-ban kitört a spanyol polgárháború, a francia sajtómágnás felkérte Capát és Tárot, hogy utazzanak Barcelonába, csatlakozzanak az ottani fotósokhoz. Capa igyekezett a konfliktus közelébe kerülni, és ekkor készült a leghíresebb és legvitatottabb fotója, a később a Milicista halála címre keresztelt felvétel. A képet elsőként a francia VU mutatta be, majd megjelent az amerikai Life magazinban is. Kritikusai szerint Capa egy beállított képet csinált, amit azonban ő élete végéig tagadott. A fotóriportokat Tároval közösen készítették, de a lapokban Capa neve alatt jelent meg mind. Taro első és egyben utolsó képriportját 1937-ben jelentette meg a francia Le Jars. Amikor a polgárháború a végső szakaszába lépett, Taro a köztársaságiak határozott parancsa ellenére elment, hogy a Brunetti csatáról tudósítson. A káosz során sebesülteket szállító autóra lépett fel, amikor egy tank beléjük rohant. Gerda belehalt a sérüléseibe. Capa ekkor Párizsban tartózkodott, hogy eladja a képeiket. Ezek a képek sokáig elveszettnek tűntek, amikor 1940-ben a németek bevonultak Párizsba. A mintegy 4500 kép és a negatívok végül 2007-ben bukkantak fel, és kerültek be a New Yorki International Center of Photography gyűjteményébe. A képek közül sok megtekinthető abban az 1938-as kiadású könyvben, amit André Kertész tervezett, s a Death in the Making, a tettenért halál címet kapta. Capa Taroval együtt filmekre is megbízást kapott, és így jutott el Kínába 1938-ban, és forgatta le Jarvis Evans rendezővel és John Fernow operatőrrel a 400 millió című dokumentumfilmet. Ebben az évben kezdett a színes fényképezéssel is kísérletezni. 1939-ben elhunyt az édesapja Magyarországon, és mivel már nem kötötte semmi Európához, New Yorkba hajózott édesanyjához és Kornél öccséhez. A magyar útlevél már nem volt valami jó ajánló levél, amikor kirobbant a II. Világháború. Így 1940-ben Capa névházasságot kötött Tony Sorrell-lel, és ez lehetőséget adott neki, hogy a Life magazin megbízásából fotózzon a mexikói választásokon. Érdekes, hogy 1943-ig nem kapott lehetőséget hivatalos haditudósítóként dolgozni, de így is eljutott Londonba, ahol megörökítette a háború mindennapjait a bombázások idején. Az amerikai hadsereg nyomában járt az észak-afrikai harcokban, majd a szövetségesek szicíliai partra szállását fotózta. A legveszélyesebb küldetés azonban a D-napon várta, amikor az Omaha Beach-en kattogtatta a fényképezőgépét, miközben amerikai tengerészgyalogosokra zúdult német géppuska zápor. Rendkívül gazdag anyagot készített, amit aztán leadott a Life londoni irodájában. Egy túlbuzgó laboráns azonban magasra állította a szárító hőmérsékletét, hogy a filmeket minél előbb elő tudja hívni, és erre rámentek a negatívok. Mindössze 11 képet tudtak előhívni, ám ezek lettek a partra szállás ikonikus képei még úgy is, hogy az előhíváskor ezek is homályosak lettek. A káprázatos 11, a Magnificent Eleven képsorozat ihlette meg Spielberget is, amikor a Ryan közlegényt forgatta. Capa a háború végéig fotózott. Képek készültek a német ardeneki offenzíváról, Lipcse elfoglalásáról. 1945-ben megkapta az amerikai állampolgárságot és kitüntetésben részesült. A következő évben egy új románc indult az életében, még ha rövid életű is. Ingrid Bergmannal viszonylagos titokban folyt a kapcsolata, ami csupán másfél évig tartott. Új, izgalmas projektnek ígérkezett 1947-ben a Szovjetunió mindennapjainak lencse végre kapása, de a John Steinbeck-kel folytatott útja nem tartott sokáig. Helyette Törökországból tudósított. Eközben megalapította Henri Cartier-Bressonnal, David Seymour-ral a Magnum nevű fotóügynökséget. A cél az volt, hogy a képek jogdíjával a fotósok, s ne a megbízó kiadó rendelkezzen, illetve az is, hogy saját ötleteiket tudják megvalósítani.
A Magnum fotóügynökség a mai napig a riport fotózás egyik legnagyobb hatású, elismert elitklubja. 1947-48-ban ott volt Izrael állam megszületésénél, megörökítette az első arab-izraeli háborút, benne az emigráns magyar zászló életével. 1948-ban visszatért Magyarországra és Budapesten készített fotókat az újjáépítésről, valamint a kommunista hatalom előretöréséről. Amikor Amerikában beköszöntött a McCarthy korszak, őt is elővették, mint kommunista gyanús elemet, bevonták amerikai útlevelét. 1954-ben már újra utazhatott, és Japán lett a célország, ahol a mindennapi élet ellopott pillanatait ragadta meg. Eközben kirobbant a francia-vietnámi háború, és a Life felkérte, hogy utazon a térségbe. A május elején érkezett meg Hanoiba, és most először tartott egy felkelők elleni sereggel. Május 24-én kapott engedélyt rá, hogy részt vegyen a Vörös folyó menti hadműveletekben. A kápa együtt vonult a hadoszloppal a rizsföldek mentén, szorványos ellentűzben. A menet többször megállt, és kápa fotókat készített a földeken dolgozó parasztokról, a Don Quixote erődről. Kápa gyakran mondogatta, hogy ha nem jók a képeid, akkor nem voltál elég közel. Ezzel arra célzott, hogy a jó képekért kockázatokat is érdemes vállalni. És ezen a napon ő is ezt tette, amikor fel akart kapaszkodni egy töltésre, hogy magasból fényképezhesse a csapatokat. Ekkor azonban rálépett egy vietnámi taposó aknára, és negyed órán belül meghalt. A 40 éves korában elhunyt világhírű fotóst ideiglenesen Hanoiban temették el, majd az amerikai hadsereg az Arlingtoni temetőbe szállította. De az édesanyja tiltakozott az ellen, hogy katonai temetőben lejjen a fia sírhelyet, mondván ő mindig a békéért küzdött. Végül a New York állambeli Embolk Friends Cemetery-ben temették el. Munkásságát és emlékét öccse Cornél ápolta tovább. Úgy érezte, nincs fontosabb feladata életében, mint művein keresztül megteremteni az örök létet a fotográfia géniuszának. Friedman Endre alias Robert Kápa aranybetűkkel. Számos híres és döbbenetes felvétellel írta be magát a fotózás történetébe, s ma nincs a világon olyan fényképezéssel kapcsolatos tankönyv, ahol képei és a munkássága ne szerepelne kiemelt helyen.